a Yu-Gi-Oh! Hungry Seven csatorna hivatalos támogatója, a Székesfehérvár. Fantaszgar játékbolt. Sziasztok! Ma elérkeztünk a folytatáshoz, ugyanis be fogok mutatni nektek még 10 olyan Yu-Gi-Oh! Kártyát, amelyeken valamilyen féle Yu-Gi-Oh! Kártya szerepel. Szóval ismét vágjunk bele! Eater of Millions. Ez a szép kis kártya az első szörnylap, ami ebben a sorozatunkban szerepel. Ez a kártya nem szerepelt egyik animében sem, és főként Exodia, Light Sword meg ilyen nagyon fifikáns paklikban használható. A képessége egy picit bonyolult. Nem lehet normál idézni vagy lefordítani, speciálisan kell megidézni a kezedből 5 vagy több kártya kivonásával a kezedből, térfeledről vagy az extra pakliból arccal lefordítva, és nem lehet más módon speciálisan megidézni. Ez a kártya 100 támadó és védekező pontot kap minden arccal lefordított, kivont kártya után. Ezt a mezőn lévő arccal felfordított lapot nem lehet feláldozni, sem anyagként felhasználni egy fúziós, szinkró vagy felsőbbrendű idézéshez. Körönként egyszer, a kárlépés kezdetén, ha ez a kártya csatázik, az ellenfeled szörnyével kivonhatod, az ellenfeled azon szörnyét arccal lefordítva. Szóval eléggé brutális, és vannak olyan paklik, amik direkt erre játszanak, hogy arccal lefordított, kivont lapokat csináljon, és ezt a kártyát végtelen támadó pontúvá teszik, és elég durván meg lehet nyerni ezzel egy pár bajt. Dark Contact with Errors, egy gyönyörű csapdalap, amelyen a Fiendish Chain nevű csapdalap szerepel. Az Arc 5-ban Akaba Reiji használta a DD pakliban. Körönként egyszer, ha irányítasz egy DD szörnyet, megállhatod minden csapdakártya hatást a mezőn, kivéve ezt a kártyát. E kör hátra lévő részében, még akkor is, ha ez a kártya elhagyja a mezőt, körönként egyszer a készenléti fázisodban 1000 életpont sérülést kapsz. Szóval ez a DD paklinak egy aféle csapda megállója az ellenféllel szemben. Reasoning. Ez a kártya szintén nem szerepelt sehol, viszont nagyon sok pakliban tudtam én is használni. Eléggé hasznos, több Yu-Gi-Oh! Kártya is szerepel rajta, de nem látjuk egyiket sem. A képessége, hogy az ellenfelet kijelent egy szörny szintet, tárt fel a paklid legfelső lapjait, amíg fel nem társz egy olyan szörnyet, amit normál idézni lefordítani lehet, ha annak a szörnynek ugyanaz a szintje, mint amit az ellenfelet kijelentett, küld az összes feltárt kártyát a temetőbe, ha nem speciálisan idéz meg a feltárt szörnyet, továbbá küld a maradék kártyát a temetőbe. Szóval elég jó ki lehet kombózni, és ki lehet paklizni ezzel egyes mást, tehát elég hasznos ez a kártya is. Draw Muscle. Ez a kártya egy gyors varázs, és pontosan az Arc 5 animében szerepelt. Yuya használta, de ezen felül lehet használni Isten pakliban is. A képessége. Célozz meg egy védekező állású szörnyet 1000 vagy kevesebb védelmi ponttal, amelyet te irányítasz. Húzz egy lapot, továbbá azt a szörnyet nem lehet elpusztítani csatában ebben a körben. Csak egy draw muscle-t használhatsz körönként. Szóval ez is hasznos húzás, húzásokhoz és tényleg Isten kártyákhoz kiegészítő lapként, és egész szép, amit megtalálhatunk rajta, az a nagy kő katona kártya. Fusion Reserve. Ez a kártya nem található meg egyik animében sem. Elég jó fúzió kiegészítő kártya. A képessége annyit tesz, hogy fegy fel egy fúziós szörnyet az extra pakliban. Vegyél fel egyet a fúziós anyagok közül a paklidból a kezedbe, aminek a neve konkrétan fel van sorolva azon kártyán, majd felvehetsz egy polimerizációt a temetődből a kezedbe. Ez Corinnak például nagyon hasznos, hogy felmutatja Cyber and Dragont, a pakliból kézbe veheti Cyber Dragont, és hogyha már használt polimerizációt, akkor a temetőből egy polimerizációt természetesen a kezébe adhat, és így tud tovább fúziózni például egy Cyber Twin Dragont is, mert annak is a feltétele egy Cyber Dragon, szóval nagyon jó fúziós pakli kisegítő csapda. Destiny Draw. Szintén egy nagyon hasznos kártya, amely a Yu-Gi-Oh! GX-ben volt megtalálható, a Hungry Seven-ben Dávid használta. A képessége csak annyi, hogy dobj el egy Destiny Hero kártyát, majd húz 2 lapot. Tehát elég hasznos húzólap, hogyha vannak a paklitban Destiny Hero kártyák. Több pakliban is tudod használni, hogy haragsz éppen olyat. Szóval igazából egy nagyon jó húzós varázskártya.
Power Break, egy nagyon szép csapdalap, amelyet a Yu-Gi-Oh! 5DS-ben használ, gondolom Rua. Rajta van Power 2 Dragon és néhány varázskártya is. Képessége annyit tesz, hogy csak akkor aktiválhatod ezt a kártyát, ha irányítasz egy felfordított Power 2 Dragont. Válasz ki legfeljebb 3 felszerelés kártyát a meződről, vagy a temetődből, és helyezd vissza azokat a pakliba. És okoz mindegyik után 500 életpont sérülést az ellenfelednek. Hát igen, ez egy elég durva kártya, főleg Power 2 Dragon, Equix Spell használó paklikba, ugyanis ott elég sok felszerelés varázskártya van, szóval igen, ezt így Power 2 Dragon mellett és felszerelés varázskártyák mellett érdemes kihasználni, de az 5DS-ben is látható volt, szóval érdemes megnézni. Release Restraint Wave. Egy nagyon szép varázskártya, amely a Yu-Gi-Oh! 5DS-ben szerepelt. A képessége annyit tesz, hogy célozz meg egy általad irányított, arccal felfordított felszerelés varázskártyát, semmisítsd meg a felszerelés varázskártyát és minden ellenfeled által irányított, arccal lefordított varázs csapdakártyát azokkal együtt. Szóval ezt gondolom, hogy ilyen Power 2 Dragon, Ancient Fairy, Dragon, Ruka kombókhoz egy eléggé hasznos kiegészítő varázskártya, és szerintem nagyon jól is néz ki. Scarlet Security. Egy gyönyörű varázskártya, amelyen rajta van Red Dragon Archint keze és 2 varázskártya. Az 5DS-ben a nagy erejű Jack használta. Képessége teljesen egyértelmű. Ha van egy Red Dragon Archint a térfeleden, semmisíts meg minden ellenfeled által irányított varázs és csapdakártyát. Ez a Red Dragon Archint paklinak a teljes Heavy Stormja. Szóval nagyon hasznos a Red Dragon Archint mellett kijátszani. Vain Betrayer. A csapdakártya, amely a Big Winnel egyidejűleg szintén nagyon sokáig a kedvenc kinézetű kártyám volt. A Yu-Gi-Oh! Zexal animében szerepelt, és természetesen felsőbbrendű lapokhoz kapcsolódik. Amikor az ellenfeled felsőbbrendű szörnye kijelent egy támadást, aktiváld ezt a kártyát megcélozva a támadó szörnyet. Az nem támadhat, továbbá a képessége is negálódik. Amíg az a szörny a mezőn van, az ellenfeled mindegyik végső fázis alatt küld el az ellenfeled pakliának legfelső 3 lapját a temetőbe. Amikor az a szörny elhagyja a mezőt, semmisíts meg ezt a kártyát. Ez egy brutális csapdalap. Ne is láncolja az ellenfélnek a felsőbbrendű szörnyét, és mindig a kör végén 3 lapot veszít az ellenfél, tehát kénytelen megszabadulni attól a felsőbbrendű lénytől, ami ugye közel sem olyan egyszerű. Szóval nagyon egy hasznos csapdalap, és szerintem gyönyörűséges ráadásul. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, remélem tudtam segíteni ezekkel is. Valószínűleg a sorozatnak ez volt az utolsó része, mert már ehhez is nagyon nehezen találtam kártyákat, de ha esetleg ti ismertek még 10 olyan kártyát, amely ezekben a videóban nem szerepelt, és szintén egy Yu-Gi-Oh! Kártya szerepel rajta, akkor nyugodtan írjátok meg egy kommentben, és megfontolom a harmadik résznek az elkészítését. Szóval további szép napot nektek, sziasztok!